Na, gyorsan már egy pár perceset. Hát, hogy már megmutassam már, hogy már mi van már, hogy állítunk már ezzel a magam irányába, mert... Na, Parkside. Parkside téma. Na, jó, fogom ide. Ráállítom már ezt az ízét. Ha már van ilyen faszajóvá, van egy faszajó kibaszott kedves barátom, aki faszajó állványa meglepett. Na, kedves barátaim. És akkor ugye tudjátok, hogy mi volt ezzel a Parkside-a. Megdödött, nem akart már tovább élni. Aztán én meg ugye éltem lehetőséggel, a garanciát lehetőséggel is. Ugye nem kell visszaküldeni a gépet. Ezt már én valakitől hallottam, hanem azért kellett elküldeni, a matricát le kellett venni, és akkor egy papírlapra meg törölnénk, és el kellett küldeni borítékba, és egy hétre rá megjött az új csacsi Parkside. Szembe kamera van, azért van izé, mert ugye azért látszik így, majd ezt lehagytam róla, mert ezt utálom én is. Ez nem tudom, nem akar meg egy nehéz is, amúgy ezt a gatyára felakaszod, lerántja a gatyát róla. Na. Most nem hoztam fel az izét, az aksit, mert nem volt a szemem, meg használom a kocsinál most, hogy... De aminek még jobban örülök, hogy ugye az úgy árulták azt, hogy ilyen készlet volt benne, ilyen forró, meg csavarozó készlet, és komolyan mondom, hogy elbasszatok már fel, hogy milyen rendesek már amúgy Parkside-ék, nem? Ugye, hogy benne volt a dobozban. És miért még azt is elmondanám nektek, hogy én úgy emlékszek, hogy az enyémben nem volt ez a befogató, ez a mit befogató. Nem rémlik, hogy lett volna benne, mert még én olyat szereztem, ilyen Hans márkájút. És... Jó, hát biztos, hogy nem egy nagy izé... Tudjátok, de most ezt arra, hogy most itt elkínlódjak alá. Amúgy a fúrókat általában ilyen lépcsőzetes fúrókat használok, tudjátok, de van ugye, hogy ilyen kell. De általában lépcsős fúrót használok. Úgyhogy csak mondom, hogy megjött a téma. Úgyhogy a szavam nem lehet. A garancia nem lesz 3 éves újra. Tudom, hogy nagyon fő, de nem lesz újra 3 éves a garancia, hanem az első vásárlásra folytatódik. Ennyi van, de hát most na. Most akkor meddig lenne már garancia? Mit nem akarom még? Na hát köszönöm szépen a feliratkozásokat, 1069-en vagyunk. És a Suzuki projekt a legelső most. Tehát mindenek előtt a Suzuki. Van mindig mindenek előtt a Suzuki. Nyáron meg kell tudni csinálni a jó időben. De már most a négy kerék és a négy kerék járti ív és a futómű is téva az már úgy rendben van. Most jön majd egy olajtechnő tömítés csere. Hát az olajcserét, az most az ugye nem egy nagy ízé, úgyis le kell engedni mindenféleképpen. Csak hogy addig nem akarok már olajat cserélni, még az olajtechnő nincs cserélve a tömítés, mert akkor ugye a jó olaj megy el. Aztán belsejét kell még összerámolni, mert az is meg van bontogatva. És ugye tank téma volt ott, hát, hogy majd leszedem, de nem lesz leszedve. És utána megy Vészaki rá, az oké. Ha minden jó megy, akkor Isten is megsegít, a kötelező dolgok éködnek rajta. Fék futómű világítás, durrák öltő világít. Hát lakibás, na hát lakibás, megkoszos. 2,5 év. Köszönöm szépen, hogy velem tartatok. Szervusztok. Kellemes novembert.